Köszöntöm a megyei tükör nézőit. Látványos eredményt vár Jásznagykun Szolnok megye vezetése a szeptemberben aláírt foglalkoztatási paktumtól. A dokumentum 2020. februárjáig irányozza elő a munkahelyteremtést és munkába állás segítő projektek megvalósulását. A célra összesen mintegy 4,4 milliárd forint fordítható, hangzott el a megyeháza márvány termében. A legfrissebb adatok szerint 16 ezer álláskeresőt tartanak számon a megyében, közülük 11 ezer fő szakképzetlen. Helyzetük rossz, de nem reménytelen, hangzott el a megyeházán, ahol elsőként Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke mutatott rá arra, miszerint ma már a munkanélküliség kezelése is új irányt vett. Itt szorosan együttműködnek állami szervezetek, önkormányzati szervezetek, civil szervezetek Jászlakú Szolnok megyében, és nem véletlen és nem egyedülálló az, hogy ebbe a foglalkoztatási paktumban is teljes mértékben együttműködünk, egyetértünk a célokkal is, a feladatokkal is, és én azt gondolom, hogy ennek a közös munkának mindenképpen meg lesz a gyümölcse, de mindenképpen meg kellett említenem, ami már számunkra ugyan természetes, de itt a kitűnő együttműködés folytatódik, az a szokás, ami eddig megvolt. A másik nagyon fontos dolog, hogy megint léptünk egy lépcsőfokot, hiszen 4-5 évvel ezelőtt az volt a legfontosabb, hogy munkahely, munkahely, munkahely legyen. Tehát munkát találjunk az itt lévő embereknek, mert a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma. Most már léptünk egy bizonyos szintet, és ez már Jászlakun Szolnok megyében is elmondható, hogy bizonyos szempontból van még munkanélküliség, bizonyos szempontból van munkaerő hiány. És nekünk az a feladatunk, hogy azokat az embereket, akik még keresik a munkát, és azokat a cégeket, mert nekünk a cégeket is, a gazdaság szereplőit is be kell vonni ebbe a paktumba, akik keresik a munkavállalókat, megtalálják egymást. Képzettségbe, szocializációba, helyben, hiszen hiába van Jászlakun Szolnok megye egy térségében akár a megfelelő képzettségi munkás, hogyha a megye másik részébe keresnek ilyen típusú dolgozót. Hiába van munkát kereső Jászlakun Szolnok megyében, hogyha az ő képzettségéhez, ő szocializációs felkészültségéhez nem tudnak munkát találni. A foglalkoztatási célokra fordítható keretből 3,1 milliárd forintról rendelkezhetnek járási szinten, míg 1,3 milliárd forintról megyei szinten, amit a ma aláírt 66 oldalas paktum részletez. A cél, hangsúlyozták a résztvevők, hogy a munkát keresőkben a foglalkoztatók is fantáziát lássanak. Pár éve nem biztos, hogy gondoltunk, hogy majd az lesz az ellentmondás, hogy harmonizálni a munkaerőkeresletet, és megkeresni azt a lehetőséget, hogy hogy tudjuk kiszolgálni a gazdálkodó szférát. Én emlékszem a munkámnak a kezdetekor, a foglalkoztatási osztály, akkor B-munkahelyi központnak hívtuk, a legnagyobb probléma az volt, hogy hogyan lehet a munkanélküliség kérdését kezelni, hogyan tudunk állást keresni. Ma, ahogyan elkezdődött a megyében, típusosan ugye a járságból indulva, de ma már az egész megyed, hogy tudjuk, milyen gyorsan, kiknek a segítségével hogyan lehet megteremteni annak a lehetőségét, hogy a versenyszféra boldogulhasson azáltal, hogy a megfelelő képzettségű, megfelelő tudású munkaerő rendelkezésre álljon. Ennek a projektnek ez egy nagyon komoly kiemelt célja, hogy kvázi ennek az anomáliáját leküzdje, és valóban abba az irányba mozduljon, ami a teljes foglalkoztatottsága, teljes kiszolgálás és kinek-kinek a boldogulásának a javítása, ez akár bérek növekedése, egy hosszú távú gondolkodásban mindenképpen. Most egy új lépcsőfokot kell meglépni, azt, hogy a gazdasági szereplők igényei és a munkavállalók által nyújtott lehetőségek találkozzanak. Ezt képzéssel, motivációval, a gazdasági életszereplők és a munkavállalók bevonásával, és a különböző hivatalok, az államkincstár, a kormányhivatal, a kamara, a vállalkozások a fejlesztési biztos bevonásával össze kell hangolni a munkát. Hiszen a területi operatív programokban és az egyéb uniós forrásokból nagyon sok gazdasági beruházás fog történni itt a megyében. Újabb munkaerőt fognak keresni ezek a gazdasági szereplők. Nem kell megemlíteni most Jászfényszarún a ThyssenKrupp-nak az újabb beruházását. Nagyon sok kvalifikált munkaerőt fog keresni, akár betanított munkást is.
Itt a nagy mennyiségű munkaerőből, ami most a munkát keres, igazából nem a kvalifikáltak vannak nagy többségben, tehát mindenképpen egy képzés, egy a munkaerőpiacra való segítés, ez mindenképpen nagyon fontos lesz. És hogyha ezen a lépésen is túl leszünk, akkor elérjük azt a célt, amit itt talán már megfogalmaztunk még ennek a ciklusnak az elején, hogy most már nem csak munkahelyet szeretnénk, hogyha munkahely teremtődne és munkahely jönne létre Jászlóskun-Szolnok megyében, hanem minél nagyobb hozzáadott értéket termelő munkaer, minél több kvalifikált embert foglalkoztató munkahely, és minél jobban fizető munkahely, és én azt gondolom, hogy ha ezen a foglalkoztatási paktum el fogja érni a célját, hogy a munkaerőpiacra segítjük azokat az embereket, akik még nincsenek, innen már a következő lépés az, hogy a jól fizető állások egyre nagyobb számban fognak itt Jászlóskun-Szolnok megyében lenni, és nem csak munka lesz, hanem a munkáért megfelelő fizetés is. Kovács József a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságának igazgatója elmondta, a forrásokat hamarosan lehívhatják az érintettek, akik kampányokat, szakmai fórumokat rendezhetnek, vállalkozásaikat fejleszthetik, képzéseket hirdethetnek, igény esetén pedig a pénz egy részét helyi termékek népszerűsítésébe, szolgáltatás fejlesztésbe forgathatják. Az ellenőrzéshez kapcsolódóan elnök úr azt mondta, szó szerint idézett tőlem, az államkincstár, mint jó tanár, beszedi majd a dolgozatokat. Kérem szépen, az államkincstár beszedte a dolgozatokat, átnézte, kijavította és jónak ítélte. Az irányító hatóság pedig kiállítatta róla ezt a dokumentumot, ami itt van elnök úr és itt van előttem, ezt fogjuk rövidesen kézjegyünkkel ellátni, és nagy büszkeség számomra, hogy jelen lehetek, és közösen a két Kovács ezt aláírhatja, hogyha megengeded ezt nekem, elnök úr, ezt a kis személyes megjegyzést. Ezután, ez egy nagyon kemény munka lesz, kollégáimra nézek, 66 oldal ez? 66 oldal. Ezt alá fogjuk írni, 6 példányban egyébként, több helyen kell aláírnunk, le fogjuk bélyegezni, és az alá nem írt oldalakat cignózni fogjuk. Ezt utána a kollégáim az informatikai rendszerbe beszkenelve feltöltik, és a lehetőség a megyei önkormányzatnak, illetve a konzorciumi tagoknak ezután nyílik majd meg a támogatás előlegként történő lehívására. A jogszabály lehetőséget ad a 100%-os lehívásra előlegként. Tehát a konzorciumi tagoknak jelentem, hogy már csak néhány aláírás és szignó és bélyegzés után ezek a folyamatok elindulnak. Nem tűnik ez az ügy zökkenőmentesnek, hiszen bizonyára fogunk problémákkal találkozni menet közben, de itt az asztalnál ülők és a nem itt ülők, az iparkamara, a fejlesztési biztos, a megyében lévő vállalkozások, az önkormányzatok bevonásával, én azt gondolom, hogy ezt a hatalmas feladatot meg fogjuk oldani, és eredményesen, és amikor ezt a projektet le fogjuk zárni, akkor azt tudtuk mondani, hogy ezeknek az embereknek, akik most munkahelyet keresnek, munkát keresnek, ezeknek a jó részét a munkaerő, a gazdasági szféra fel tudta szippantani, és az a probléma fel fog merülni majd, hogy már közmunkára igazából nem találnak embereket, mert mindegyik a versenyszférába, a gazdasági szférába dolgozik. Ez a célunk, ez a hosszú távú cél, és azt gondolom, hogy el is fogjuk érni. Szándéknyilatkozatot írt alá Jászlóskun-Szolnok megye és a kínai Anhui tartomány vezetése. A dokumentum nyomán elinduló kölcsönös partnerségi folyamat célja a teljes értékű testvérmegyei kapcsolat kiépítése. A Szolnokon épülő citromsavgyár kapcsán fogadott kínai delegáció a kapcsolatok kiszélesítését szorgalmazta szeptember 10-én a megyeszékhelyen. A China BBCA Group zöldmezős beruházása kapcsán 4 éve folynak a tárgyalások, de a cég székhelye, Anhui tartomány is szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatot. A Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke a keleti nyitás stratégiájával maximálisan összeegyeztethetőnek tartja a szándékot. A keleti nyitás jegyében a magyar kormánynak elkötelezett célja, hogy gazdasági kapcsolatokat alakítson ki a keleti államokkal. Ezt a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat maradéktanul támogatja. Ennek jegyében már több kínai, kazak partnerrel együttműködési megállapodásokat írtunk alá, és ennek keretében már gazdasági, üzleti, orvosi, turisztikai és egyéb kapcsolatokat, látogatásokat tettek a térségek képviselői egymás irányába. A mai nap vonatkozásában
Mint tudjuk, Szolnok városának Bengbu városával meglévő kapcsolatai vannak, több mint 4 éve tart az a projekt, amelyet úgy ismerhetünk, hogy citromsavgyár projekt. Ennek jegyében és ennek további erősítése érdekében Anhui tartománnyal, a Szolnok megyei önkormányzat a mai napon aláírt egy szándéknyilatkozatot. Reményeink szerint ez 2 éven belül egy valós együttműködési megállapodássá fog alakulni, és ahogy az előbb utaltam is rá, ennek jegyében tényleges gazdasági együttműködés fog történni, és a citromsavgyár beruházás várhatóan 1 éven belül megindulhat. Földrajzi távolság nem jelent akadály? Én azt gondolom, hogy a mai világban már a földrajzi távolságnak kisebb szerepe van, mint 50 éves idővel visszatekintve. Én úgy gondolom, hogy az internet adta lehetőségek, illetve a közlekedés fejlődése hatására elérhető távolságba kerültünk egymáshoz. Természetesen nem könnyű, kicsit más, mint megyén belül meglátogatni egy másik települést, de én azt gondolom, hogyha a gazdasági érdekek és az egyéb kölcsönös előnyök ezt alátámasztják, akkor ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehet a jövőre nézve. Alelnök úrnak mi a benyomás egy egészen más értékrend, egy egészen más kultúra és egy egészen más léptékű országról van szó, itt milliókról, pénzeszközök tekintetében milliárdokról esett szó. Én azt gondolom, hogy tisztában van szerintem minden szereplő azzal, hogy Kína egy tartománya, konkrétan Anhui tartomány is 70 milliós lakosság számával, 7 Magyarországgal ér föl nagyságrendileg, de ettől függetlenül Kínában is gazdasági társaságok működnek, az ő projektjeik is összevethetőek nagyon sok esetben a magyarországi projektekkel. Hogy csak egy konkrét példát mondjak, azért a megyénkben is működik több olyan cég, ahol jó néhány ezer ember foglalkoztatott van. Tehát én úgy gondolom, hogy a nagy különbségek nem zárják ki azt, hogy lehetőség és együttműködési lehetőség nyíljon a települések, adott esetben a tartomány és a megye között. Köszönetet mondtak a legjobbaknak. Több tucat elismerést adtak át a közelmúltban a kultúra, a művészet, az oktatás, a közigazgatás, az egészségügy és a gazdaság terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek. Az ünnepelteket a Nemzeti Ünnep alkalmából a Megyeháza dísztermében köszöntötték. A Jászkun önmegváltást jelképező redemciós zászló behozatalával kezdődött a délelőtti ünnepség. A sok éves hagyományra visszatekintő esemény résztvevőit ezúttal is a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Kovács Sándor emlékeztetett arra, hogy a magyarság az egyetlen nemzet, mely képes volt megmaradni a Kárpát-medencében. Mint fogalmazott, az egység záloga az összetartás, amit mindenkor a személyes példák erősítettek, erősítenek. Hol vannak Pannóniából a rómaiak? Hol vannak a hunok, hol vannak az avarok. De mi itt a Kárpát-medencében 1000 év után is itt vagyunk. És emlékezünk Szent István királyunkra, Szent Istvánra, mert nem csak az államalapítóra, hanem arra a szentre, akit kivételes módon mind a keleti, mind a nyugati keresztények szentjüknek ismernek el. Hiszen nem csak az államot, nem csak a hadsereget, nem csak a gazdaságot kellett megerősíteni, hanem meg kellett erősíteni a lelkeket is. Hiszen István király, Szent István király politikus volt, reálpolitikus. És pontosan tudta, hogy ha nem köti gazdaságilag, katonailag, ideológiailag véglegesen a nyugathoz Magyarország hajóját, akkor minket is el fog sodorni a történelem vihara. Emlékeznünk kell erre is. És emlékeznünk kell és ünnepelnünk a magyar gazdákkal, akik ilyenkor augusztus 20-án már learadták a búzát, elvitték a malmokban, megőrölték, és ilyenkor sütik ki és szentelik fel az új kenyeret, az életet, amely nem csak lélekben, hanem testben is erősít bennünket. És van okunk ünnepelni, van okunk örülni a magyar gazdákkal 1000 éven keresztül. És van okunk visszaemlékezni, hiszen az elmúlt 1000 évben mi voltunk ott. Mi voltunk azok, akik győztesek voltak István király oldalán, akik legyőzték Koppányt. De mi voltunk
a négy felé vágott koppány is. Mi voltunk az a negyedik Béla király, akinek a muhi csatamezőről menekülni kellett életét mentve, de mi voltunk azok, akik behívták a kunokat, a jászokat, és mi jöttünk be. Mi vesztettünk csatát a mohácsi síkon. Mi voltunk az igazságos Mátyás király, de mi voltunk a megbüntetett Gyevi bíró is. Mi voltunk a 48-as, 49-es forradalom ifjú forradalmárai, és mi voltunk az aradi 13 is. Miénk volt ez a történelem? Ez a 30 ember öltő. Rajtunk, őseinken, a magyar nemzeten folyt keresztül ez az 1000 év. És mi vagyunk azok, akik a mai nap akár településükön, akár az országházában, vagy itt a megyeházán a kitüntetéseket adják. És mi vagyunk azok, akik kapják is. Hiszen mi vagyunk a magyar nemzet, akik együtt tudunk örülni, és együtt tudunk bánkódni győzelmeinken és veszteségeinken. Mi vagyunk azok, akik együtt örültünk Szász Emesével, Hosszú Katinkával, Szilágyi Áronnal, és mi vagyunk azok, akik együtt bánkódtunk Lőrinc Tamás elcsalt bronzmeccse után. Hiszen együtt dobban a szív, örömben és bánatban. És mi vagyunk azok, akik ma ezen az ünnepi napon együtt tudunk ünnepelni azokkal a kitüntetettjeinkkel, akik példát mutatnak életükkel, munkájukkal, mindannyiunk számára. Hiszen kellenek példák, kellenek történelmi példák, kellenek mindennapi példák mindannyiunk számára. Hogy ezt az 1000 éves utat, ami a magyarság eddig megtett, és hitem szerint ez az 1000 év csak a kezdet, még közepén se jár a magyarság az általa kijelölt útnak. Ez csak a kezdet, de ezt az utat olyan gránitkövekkel kell kikövezni, amit a mai kitüntetjeink megtettek. Jász-Nagykun Szolnok megyéért díjat idén 5-en vehettek át, köztük az NHS Szolnok közszolgáltató non-profit Kft. Két ügyvezető igazgatója. A cég Szolnok mellett több megyei, nagyvárosban és kistelepülésen lát el kommunális szolgáltatást, filozófiájuk fontos eleme a lakossági kapcsolattartás. Folyamatosan kommunikálunk a lakossággal, kérdőjük éveken keresztül, illetve minden lehetséges formát megragadunk, hogy kikérjük a véleményüket, nem csak Szolnokon, hanem a megye összes általunk ellátott településünk, hogy miként végezzük a szolgáltatásunkat, milyen fejlesztéseket és milyen irányba haladjunk. Hárman vehettek át egészségügyi díjat. Hárman, köztük a MÁV Start ZRT gazdasági díjat. Hárman közművelődési díjat, melynek egyik idei elismertje a Jászberényi Néptánc Oktatás egyik utánpótlás bázisát irányítja. Egyre népszerűbb a néptánc oktatása Jászberényben, illetve a Jászság településein. Szívesen jönnek a gyerekek. Mondjuk biztos, hogy van ennek hatása, hogy a televízióban is megjelennek ugye különböző néptáncversenyek, néptáncprodukciók, néptáncbemutatók, illetve a fesztiválok, így a Csángó Fesztivál, amelyek már 26. éve működik Jászberényben. Azt gondolom, hogy mind-mind segíti azt, hogy egyre mélyebb tudásunk legyen a saját kultúránk, a saját hagyományaink felől. A művészeti és pedagógiai díjak mellett a közigazgatásban dolgozók teljesítményét is elismerték. A sport, a tudományos és rendészeti díj átadása után szólították az év polgármestereit. Zelenai Tibor Károlynét, Jász Felsőszentgyörgy és Kece István Kisújszállás első emberét. Rengeteg feladat várt ránk 2006-ban, amikor átvettük a város irányítását. Gyakorlatilag a közműfejlesztésekkel, azok befejezésével kellett foglalkozni, és csak a következő években sikerült olyan felépítményeket, látványos eredményeket elérni, amelyek jellemzik Kisújszállás város fejlődését az elmúlt 10 évben. Az emberi kvalitás nagyon fontos, a polgármester utat mutat, de hát ez is csapatmunka, mint a többi. Pontosan így van. Ahogy korábban már fogalmaztam, és szívesen vesszük a labdarúgó Európa-bajnokságról a példát, hiába van egy jó szövetségi kapitány, hanem jó a csapata. De fordítva is igaz, egy nagyszerű csapatot is el tud rontani, egy rossz taktika, egy rossz edzőnek a utasítása. Valóban mind a kettő kiváló együttműködéshez szükséges, és úgy gondolom, hogy ez Kisújszálláson megvan. Mi az, amire most polgármester úr
fókuszál, mik azok a legfontosabb feladatok, amikben benne van az önkormányzat kisújszállása? Hát most folyik a 2014-2020 közötti korábbi pályázati projektötletek kidolgozása, a pályázatok beadása. Szeretnénk végre egy nemzetközi szintű sportcsarnokot építeni, kisülszálláson új bölcsődét, energetikai jellegű energiaracionalizálási pályázataink vannak, önkormányzati épületek felújítása területén, és nagyon fontos, hogy a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Energia kiadásai csökkentve szeretnénk olyan fejlesztéseket végrehajtani, ami rentábilissá teszi ennek a rendkívül szép létesítménynek a működését. Az idősbarát önkormányzatnak járó elismerést városi kategóriában Mezőtúr, községi kategóriában Pusztamonostor érdemelte ki. Azt gondolom, hogy minden magyar önkormányzat és annak felelős vezetőjének fontos az, hogy az elején milyen tevékenységet végeztek, mit tettek le mi asztalunkra. Ezt nekünk kötelességünk megőrizni, és nem hagyhatjuk idős, beteg és egyedülálló embertársainkat magára. Mi azt tesszük, ami egyébként törvényi kötelezettségünk, talán egy kicsit magasabb hőfokon, és nagyobb empátiával. Átadták még a megye turisztikai értéke címet, mely idén kisújszállásra és Jászalsó-Szentgyörgyre került. A megyei díjak odaítélését kísérő ünnepi esemény idén is megtisztelték a regnáló és emeritus jász és kun kapitányok. A hagyományok nagyon fontosak és megjelennek a díjazottak életében is, hiszen ezeken a településeken, ahonnan ők jöttek, végzik a munkájukat, az ottani embereket szolgálják tulajdonképpen, és régen is ez volt. Az emberek, a köztisviselők szolgálták a településüket és térségüket. A megyei ünnepséget a Szózat zárta, majd fogadásra várták az ünnepelteket. Átadták a Semmelweis napi díjakat a Hetényi Géza megyei kórházban. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén a több éve töretlen, kiemelkedő munkát jutalmazták dicsérő oklevelekkel, kinevezésekkel. Szülész ember volt, példamutató ember volt, rengeteg párhuzamosság van az ő munkája és a mai szülészek munkája között, össze nem lehet hasonlítani. Azt a munkát, azt a küzdelmet, amit ő lefolytatott. Dr. Mosonyi Attila szülész főorvos köszöntőjében Semmelweis Ignác munkásságáról, életéről beszélt. Kiemelte érdemeit azt, hogy jelentős felfedezéseket tett a gyerekágyi lázzal kapcsolatban. Dr. Tölgyes Anna pedig munkatársait méltatta. Azt mondta, büszke az elért eredményekre, a megújult kórházra és a mindennap tanúsított helytállásra. Ezen az ünnepségen is szeretném megköszönni minden dolgozónak a helytállását, úgy a betegágy mellett, mint a háttérszolgáltatásban dolgozunk két egyaránt. Minden terület munkájára szükség van a betegellátáshoz. Azt gondolom, hogy a kórház egy egész nagy tímet alkot, ebben mindenkinek megvan a helye, a feladata, és ezzel együtt tudjuk a betegek gyógyulását elősegíteni. A megbízott főigazgató beszédében hangsúlyozta, örülnek a bérfelzárkóztató programnak, hiszen erre már égetően nagy szükség volt. Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke az orvosok, az ápolók és az összes dolgozó felkészültségét, kvalitását méltatta. Elmondta azt is, hogy rendkívül nagy változások történtek az intézményben az elmúlt években, gyakorlatilag újjáépült a kórház. Ez egy új kórház, teljesen megújult, valamint új kórház, ami az utóbbi 15 évben épült, és minden egyes új épület szakasz átadásánál mindannyian elkönyveltük azt, vagy úgy gondoltuk, főleg az itt dolgozók, hogy megépül, új lesz, modern lesz, könnyebb lesz. Megépült, új lett, modern lett, és semmivel nem lett könnyebb az önök munkája, hanem talán még nehezebb, még nagyobb terhármat az itt dolgozókra, de az a töretlen lelkesedés, szakmai hozzáállás, az a komoly szaktudás, amivel eddig is rendelkeztek, az megmaradt. Az ünnepség végén díjakat adtak át, az Orvosi Kamara Szolnok életmű díjat dr. Pap Sándor vehette át, aki 1953-ban szerezte meg orvosi diplomáját, dolgozott Zalaegerszegen és Mezőtúron is, sőt, 5 évig vezette is a kórházat. A rendezvény alkalmából 5-en kaptak adjunktusi címet, és szintén 5-en részesültek főigazgatói elismerésben. 7-en vehettek át Hetényi emléklapot, még 12-en 40, illetve 45 éves szolgálatukért kaptak jutalmat.
Kedves nézőink, Önök megyei hírösszefoglalónkat látták, kísérjék figyelemmel híradásainkat máskor is. Látogassanak el a Szolnok Televízió hírportáljára a www.szolnoktv.hu címre. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes, hasznos tévézést kívánok, viszontlátásra!